Csöklehegyen már több mint egy évtizede rendezik meg a Cseresznye és Eper Fesztivált. Körülbelül 5 településről érkeznek ide a vállalkozók, és hozzák el, mutatják be termékeiket, milyen volt az idei termés. Itt van mellettem Oroszi József polgármester. Polgármester úr, úgy látom, hogy nagy sikere van ennek a fesztiválnak, hiszen itt most már nem csak hogy a vállalkozók, de itt a környező országokból is érkeznek vendégek, érdeklődők. A Cseresznye Fesztiválunknak hagyománya van, ez így igaz, mert valamikor 2007-ben volt az első Cseresznye Fesztiválunk, akkor csak próbálkoztunk, de már akkor néhány ezer ember vett részt rögtön az első fesztiválunkon, és azóta csak bővítettünk tovább, több testvértelepülésünk lett valóban azóta. Testvértelepüléseink vannak Romániában, Magyarországon, Felvidéken is, kialakulóban van, úgyhogy ezek általában a testvérek mindig azért képviseltetik magukat. Minden fesztiválunk. Ugyanúgy mi is náluk, persze. Mi az, amit itt most bemutatnak? Hiszen láttuk, hogy nagyon szép az eper, bár az idei terméssel ugye voltak gondok, hiszen ugye esőzés azért megtette a hatását. Tudni kell azt, hogy valamikor azért is lett Cseresznye Fesztivál Aklihegyen, mert az egy kicsit az lendítette fel a szovjet érába még a falut, Aklihegyet. Hát láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy Aklihegy egy ilyen zsák falunak számít, a beívelése itt van a román határnak, elég nehéz a közlekedés, a kijutás Aklihegyről, annak idején is úgy volt ez, és akkor elkezdtek a falubeli, mivel itt nagyon jó cseresznye volt már akkor, mivel nagyon jó fekvése van az Aklihegynek, ez ugyan, mint a Fekete-hegynek a szőlősön, olyan fekvése van az Aklihegynek is, a kisugárzása szintén olyan az Aklihegynek. Nagyon korán van a cseresznye Aklihegyen. Képzeljük el, hogy Aklihegyen és Nevetlen között másfél hét van legalább a cseresznye, ugyanaz a fajta cseresznye, hogy beérik hamarabb Aklihegyen. És már annak idején az aklihegyesek nagy kosarakba vitték a lembergi vonatra, egész Rigáig vitték a cseresznyét és a Szamócát is később. Úgyhogy ez lendítette fel a falut annak idején. A mezőgazdaság mindig rizikós volt, az is maradt. Valamelyik évben nagyon jó bejön a cseresznye, vagy a szamóca jó ára is van, el is lehet adni. Annak évek, amikor kevésbé jön be. Az igazság, hogy aki folyamatosan végzi minden évben valami újat még hozzátesz, lépést tart a korra, úgy mondanám inkább, nagyon sokan átálltak már fóliaházas termesztésre, ami kevésbé volt behatással, most azok jártak jól, mert ez a nagy esőket az most kivédte, és a primőr árut, úgymond, amikor jó ára volt még a szamócák, akkor tudták értékesíteni. Ez igaz, a mai év sajnos elég szegényes és elég rossz, úgy a cseresznye termesztőknek, mint a szamóca termesztőknek. De reménykedjünk, hogy a következő jobb lesz. Itt gondolom mind az 5 településről szó van. Hányan foglalkoznak körülbelül itt ezen az 5 településen cseresznye termesztéssel és szamóca termesztéssel, vagy pontosabban eper termesztéssel? Na most, én inkább azt mondanám, hogy hozzávetőlegesen az 5 településen összesen van egy olyan 15 hektárnyi szamóca van. Valakinek kevesebb, valakinek több, van olyan, akinek 2 hektár szamóca is van. Úgyhogy hogy ez gazdája válogatja, de összben van egy olyan 15 hektárnyi az egész összben a község területén, az 5 faluban. A cseresznye viszont inkább jellemző Aklihegyre, mint sem a többi falvakra. Az inkább Aklihegyen van. Itt most nagyon érdekes rendezvényekkel is várták az ideérkezőket. Látom, van itt kézműves sátor, illetve a gyerekeknek játszóház, előadás, különböző művészek, helyi, népi együttesek lépnek itt fel. Mennyire lehet ez az itt élő magyarság számára egy ilyen összetartás, az összetartozás napja környékén most éppen? Mindenképp jó az, mikor összejönnek, már csak az 5 faluból is lehet, van olyan, hogy hónapokig nem találkoznak egymással, és itt találkozhatnak rokonok, barátok, nem is beszélve arról, hogy a többi külhöni magyar is, az anyaországi magyarokkal is nagyon sokkal találkozunk itt az Aklihegyen. Aztán este leülünk még beszélgetni, hajnalig nyúló beszélgetések vannak, úgyhogy ez mindenképp úgy lelkileg feltöltődve mindig mondják a testvértelepülések képviselői, hogy innen olyan feltöltődve mennek haza is, hogy mi is, de egymásnak segítünk ezzel, én úgy gondolom. Kedves nézőink, Oroszi József, Aklihegy, Nevetlen falu és még Batár, Újakli, Újakli.
polgármesterével beszélgettem, és mint hallhattuk, ahogy Kárpátalján nevezik az epret, a szamóca termés az idén egy kicsit gyengébb volt, de ettől függetlenül jó ízűen kóstolgatja mindenki ezen a fesztiválon is, és azt hiszem, hogy a hangulat is tökéletes.